Első István halálát követően trónviszály vette kezdetét. 1038-tal azon ment a versengés, hogy ki legyen a következő magyar király, és a magyarok sem szoktak teljesen hozzá az új rendhez. Orzeoló Péter eleinte alul maradt Abba Sámuellel szemben, végül másodjára is trónra ülhetett. Vata vezetésével pogánylázadás tört ki. A konfliktus során megölték Gellért püspököt, majd a lázadás leverését követően meghívták Vazul két fiát, hogy vegyék át a magyar trónt. A két fiúból András lett a magyar király. Első András utódául a saját fiát akarta királynak, ezért mikor Bélát megkérdezte, mit akar, ő lemondott a koronáról, hogy András nehogy megölesse. Béla külföldre menekült, majd egy hadsereggel tért vissza, legyőzte Andrást, és első Bélaként lett ő a következő magyar uralkodó, akit a fia, első Géza király követett a trónon. A Szent Korona alsó része feltételezhetően az ő uralkodása alatt készülhetett bizánci mintára. A felsorolásból is kivehető, hogy első István halála óta trónviszályok és pogánylázadások gyengítették a magyar királyság egységét. Első László király 1077-ben lépett trónra. Szigorú törvényeket hozott. Az akkori társadalom nagy részét képező szabadok elszegényedtek, ezért ahelyett, hogy a földesuraikat szolgálták volna, inkább kóboroltak vagy kiraboltak, megloptak másokat. Ezért első László a kóborlást megtiltotta, a tolvajok számára pedig szigorú büntetést szabott ki. Aki egy tyúk értékénél többet lopott, azt felakasztották, aki pedig ettől kevesebbet, azt vagy megcsonkították, vagy pénzbüntetést kapott. Új püspökségeket alapított és elérte a pápánál, hogy István királyt, Imre herceget és Gellért püspököt szentté avassák, majd László meghódította az akkori Horvátországot. Mivel fiú utóda nem volt, ezért unokaöccse, Kálmán lett a következő magyar király. Könyves Kálmánnak is nevezték, mivel eredetileg papnak szánták, tehát kivételesen műveltnek számított. Meghódította Dalmáciát, ugyanakkor elődje törvényein valamennyire enyhített.